Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Még Idén kampány legújabb videójában. Tudjátok, ez az a kampány, aminek az a célja, hogy még idén úgy váltsunk életmódot, hogy csak a kisujjunkat kelljen megmozdítani. Ma azt mutatom meg, hogy mi történik akkor, hogyha reggel csak 5 percet rászántok arra, hogy készítsetek egy fantasztikus zöld turmixot. Elképesztően látványos eredményt érhetünk el, hogyha zöld turmixot fogyasztunk, nem csak szuper egészségesek leszünk, és centikben mérhetjük majd az eredményeket, hanem a bőrünk is kisimul, a hajunk csillogó lesz, a körmeink megerősödnek, úgyhogy abszolút csak ajánlani tudom. Ráadásul, ha belegondolunk, akkor kora reggel akár 5 perc alatt elkészíthetünk egy ilyen turmixot vagy juice-t, és tulajdonképpen ezzel akár a reggeli is le van tudva. Ezen kívül pedig számos egyéb más fantasztikus hatása van, ugye ilyenkor ebben az esetben nagyon sok vitamint, ásványi anyagot viszünk be nagy mennyiségben a szervezetünkben, előzi a fáradékonyságot, hihetetlenül feltölt minket energiával, ahogy említettem, megszépít minket kívülről, belülről, kipucolja az egész szervezetünket, salaktalanít, segíti az emésztésünket, tehát tényleg megéri ezzel kezdeni a napot. Hogy mi is tulajdonképpen az, hogy zöld turmix vagy zöld juice, az nem más, mint hogy alapvetően szerintem azért sokan úgy szoktátok csinálni a turmixokat, a gyümölcsöt eleve tesztek bele, illetve egy-két olyan zöldséget, ami jól passzol a gyümölcsökhöz, például mint a répa. De hogyha egy picivel szeretnétek még egészségesebbek lenni, és még tovább gondolni a turmixotokat, akkor tegyetek bele zöldet is, ettől lesz majd zöld a turmix. Én általában zöldnek valami olyan salátát szoktam használni, aminek nincsen túl karakteres íze. Tehát mondjuk lehet, hogy egy rukolával már csak azok próbálkozzanak, akik a zöld turmixolás nagy mester nőivé váltak már. Alapvetően maradjunk a spenótnál, vagy például a madár saláta is viszonylag semleges ízű, illetve, amit én még szeretek, az nem más, mint a brokkoli, ami ugyan nem saláta, de ez is zöld, és ezt is leszoktam dzsúzolni, vagy pedig összeturmixolom. Ezen kívül pedig ugye, ahogy mondtam, kerülnek bele gyümölcsök, általában alma és körte mindig szerepel a turmixomban, ezen kívül pedig még egyéb más szezonális gyümölcsöt is szoktam választani. És hát, ahogy mondtam, répa is szokott általában belekerülni a turmixba, hiszen az pedig tele van bétakarotinnal, ami nagyon szépen megőrzi a nyári barnaságunkat. Na most tulajdonképpen annyi fog történni, hogy ezeket mindent felszeletelem, belerakom ebbe a juice-gépbe, és az egészet ledzsúzolom, de hogyha valakinek ilyen klasszikus turmixa van otthon, akkor is össze kell darabolni, bezukkintani mindent a turmixgépbe, felönteni egy kis vízzel, és már lehet is leturmixolni. Ennyi az egész, az arányokra még nagyon fontos odafigyelni, 60%-nyi gyümölcs és 40%-nyi zöld levél vagy egyéb más zöldség kerüljön bele a fantasztikus zöld turmixba. Ez bizony készen is van, nézzük. Hihetetlenül finom. És azok kedvéért mondom, akik esetleg félnének, hogy olyan fura zöld színe van, ez íze egyáltalán nem olyan, mint hogy a gyümölcslevet innánk. Ha nem látnánk a színét, akkor azt mondanám, hogy ez egy almás körtés gyümölcslé. Hihetetlenül finom, feltétlenül próbáljátok ki, egészségetekre! Készült a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.